Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nem Lee Kerslake ült a doboknál, hanem Pozsonyi Tibi barátunk, viszont hard rockot, még ha nem is Uriah Heepet, de hit rockot hallhattunk. A Szimpatikus nevű zenekar nagyon aranyos, remek örök rockerekből áll, jó emberekből, és mint hallhattuk, remek hard rockot játszanak. Hogy kinek köszönhetjük ezt most? Örömmel mondom, hogy José művész nevén, Bese László, kollégánk, cimboránk, művésztársunk és rocktörténészünk a vendég. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Tűrt, tiltott, támogatott TTT Pop Rock Archívum egyik alapítója, és körülbelül 200 zenekar archívumának kutatója, gondozója, kezelője José. Így van az, hogy most remek hitrock felvételeket tudunk bemutatni, de innentől már mindent ő tud, úgyhogy szeretettel kérlek, hogy csevegj, csacsogj nekünk valamit. Hát, amit most hallottunk, ez a hitrock együttes 30 éves jubilami koncertjének a felvételéből volt egy részlet, a Kincskereső című dal, és valójában arról van szó, és azért érdekes az archívum szempontjából, mert a hitrock egyik azoknak a magyar zenekaroknak, akiknek az előző rendszerben nem lehetett nagy lemezik, vagy nem olyan felállásban, nem olyan szöveggel, hogy ezt ők szerették volna. És már ezért... 80-ban is még bajuk volt ezeknek? A cínulás hard rockkal? Igen, és az az érdekes, hogy amíg más zenekaroknál ugye belekötöttek a szövegbe, a hitrock szövegében nem nagy lehet belekötni, mert azért teljesen pozitív, végképp. Értelmes dolgokat végképp. Énekelnek, mint például ebbe a dalba is, hogy a barátságban, hogy a szellemben ne a külsőség, hanem a belső értékek a fontosak, és így tovább, hogy valamilyen szinten érthetetlen. Persze, csak nem tudom, hála Istennek nem tudom túltenni magam ezeken az agyatlan dolgokon, amik történtek, és ezért mindig kinyílik a bicska a zsebemben, lehetne már annyi eszem, mondják soka, hogy legyincs túl, de nem is szánjuk erre a másodperceket, lényeg az, hogy most itt van. Hát igazából én sem tudtam rajta túlendülni, és összeálltunk néhány baráttal, kollégával, zenésztársal, és elkezdtük ezeket a felvételeket összegyűjteni, majd a különböző gyűjteményeket összefésülni, ugye ez a TTT Rock Archívum. Itt arról van szó, hogy amatőr koncertfelvételek, illetve szobai demókon fönnmaradtak, hát ezek nem túl jó minőségűek, de dokumentumértékű. És például egy ilyen értékes archívumnál, mint amilyen a hitrocké, az volt a következő gondolat, hogy viszont akkor ezt akkor kell rögzíteni, egy utólag, amikor már szabad, úgyhogy fölvettünk nekik néhány nagyobb koncertet, jellemzően jubileumi koncerteket, illetve stúdióban is készültek új felvételek. Ezek között nyilván van egy-két új szerzemény is, hiszen ez egy most is működő zenekar, de a java része az akkor ki nem adhatott föl, nem vehetett el, nem játszhatott daloknak a mostani felvétel és a mostani publikálás a jellemzően CD-ken és DVD-ken. Jól is szólt, ugye hát az szempont, hogy hiába csodálatos muzsika valami, hogyha alig lehet kivenni, hogy mi szólal meg azon a kerámia korongon vagy hangtölcséren, tehát nyilvánvalóan azért itt meg kell, hogy szólaljon, akkor tudjuk élvezni, tehát a mozifilmet akkor tudjuk élvezni, ha éles a kép, ilyen egyszerű. Úgyhogy jól szólnak. Ugye 2009 koncert, élő, hitrock, 30 éves jubileumi koncertről volt a Kincskereső. Menjünk tovább talán, nem? Akkor a volt már úgy, ami már egy ugrottál egy 5 évet. Igen, ez a 35 éves jubileumi koncerten készült. A két felvétel között az érdemi különbség, hogy meghalt a zenekar ikonikus gitárosa, a Tánci, a Tihanyi Gábor. Viszont a fiúk nem hagyták abba, és egy ifjú tehetséggel, Somogyi Remiggel folytatták, és már vele készült a 35 éves koncert meg a nagylemez, amin 6 régi és 6 új szám van. Ez szintén egy olyan felvétel lesz, ami annak idén nem jelenhetett meg. Akkor jöjjön már is, itt megjelenhet. Volt már úgy! Volt már úgy!
hogy nem láttál már kiutat reménytelen helyzetből. Volt már úgy, hogy csak volt, kaptál a felé nyúló kezektől. De mégis ne keseredj el, ne add el a véletet. Mégis ne keseredj el, soha ne hadd el magad. De mégis ne keseredj el, ne add el a véletet. Hisz drágám, kincsed úgysem lehet. Volt már úgy, hogy szóltál valakihez, csak nem válaszolt neked. Volt már úgy, érezted, sírni kell, de kinevetted az embered. De mégis ne keseredj el, ne dobd el a véletet. Hitrock, hardrock vendégem Bese László Zsozé, aki többek közt a Hitrock együttes archívumát is gondolza, kezeli. Ismerős nevek, ugye, hiszen ez egy alap hardrock felállás, jó öreg Deep Purple módra, ugye ének, basszusgitár, szólógitár, dob, Hammond, illetve egyéb kütyük, de főleg ugye az orgona, amitől a hardrock, John Lord óta tudjuk, és hát egy Mr. Bazárink, Babári József, azt se tudtam, hogy így hívják, mint a Rejtőben, amikor a török szultánnak Bulanger volt a neve, és a Hopkins felszólt a szivar mellől, hogy nem tudtam, hogy neve is van. Úgyhogy Mr. Bazári volt a mikrofonoknál, ugyebár, akit aztán a Kormorán tett még nagyobbá. Ez hogy így mondjam. Van.
Hát ugye ő is az előző rendszer nagy vesztese, mert azt mondták a hanglemezgyárban, hogy ő vele nem készülhet nagy lemez, vagy lecserélik, vagy pedig maradnak ilyen külvárosi műfázakban játszó zenekarok. Hát a fiúk meghozták ezt a döntést, megkérdőjelezhető döntést. Bodnár Attila lett az énekesük. Ennyi szóval megkérdő. Te figyelj, amikor már a Taurus elkövette ezt Zoránt Somhelyére, ott megsírtunk. Most itt egy másik, ne viccelj, aztán a Solarisból mit csináltak. Hát ezt ez a rendszer nagyon tudta sajnos. Pedig a Lapolán egyébként nem volt rossz produkció, csak annyira más, mint a Solaris. Valamihez képest, igen. Na úgyhogy én szegény gyerekeket nagyon-nagyon sajnálom, mert ugye aki nem akarja letenni a hangszert, hát az viszont vagy 20 embernek fog játszani a jövőben, én ezt tettem, amíg aztán abban nem hagytam, vagy elmegy vagont kipakolni, vagy pedig fejet hajt és megpróbálkozik ilyen lépésekkel, amikről nem is engedi az úr, hogy sikeresek legyenek. Tehát duplán sajnálom, amikor rákényszerítik a művészeket. Na, de igen, ne is beszéljünk erről. Az egy teljesen más közönségnek szóló lemez volt. És Csubi Jasper, jó, na jó van. Még a szövegeket is eléggé átiratták. Azért is fontosak egyébként ezek az archív lemezek, hogy részben az eredetiket kiadjuk, hát olyan minőségben, milyen bétve újra fölvegyük, mert ezek a dalok ugye a Bazári hangjával annak idején nem rögzültek. És érthetetlen, mert ennek is olyan pozitív szövege van, hogy ezt minél több kamasznak kéne hallani. Hogyne, a művészeknek felelősségük van, és a Hitrock jól élt is, és él is ezzel. Örülök, hogy még ma is vannak. Tényleg, mi van mostan velük, hiszen ugye itten a 35 éves jubileum volt, 2014, ez is már hogy megy az idő. Következő, azért látom, ugrunk majd, mert 2019-ből is felvétel jön majd zárásként nem sokára. Szóval hát, ha ezt fölvezetted, akkor a 40 éves jubileumra két CD-t készítettünk. Az egyik a Nem az én világomban élsz, ez egy csupa friss stúdió felvétel van, ekkor Vedres Joe volt a szólógitáros, és van rajta szintén egy-két régebbi dal, ami föl lett melegítve, illetve vannak rajta új szerzemények, a másik pedig egy válogatás, ha nincs hely a rossznak, az meg ilyen hiánypótló, ezen ilyen elkarlódott, elveszett dalok vannak, ilyen kislemezfelvételek, válogatás lemezeken megjelent. Például a kamionosok számára írt himnusz, amit ők szoktak karaokeba énekelni, meg a kamionos találkozókkal lejátszani, és hogy ezeket összegyűjtöttük, hogy elérhető legyen, berakható legyen a CD játszóba, akár a kamionba. A Tibor barátomtól egyébként, még itt a két percünk, amíg van, eszembe jutott most, és innen is köszönöm neki, hogy kedves módon megajándékozott egy olyan DVD-vel, amit meglepődve néztem, láttam, hogy Pink Floyd. Igen. És itt tudtam meg, aztán utána, ahogy beszélgettünk, hogy már annak idején is, amikor a Hitrock ugye a 80-as évek közepén az itthoni fafejűek miatt ugye kiment egy kicsit, ahol értékelték, nem messzire, de nem tudom én ugye Németországban vagy... Belgiumban és Luxemburgban turnéztak. Igen. És ott... olvastam aztán róluk, hogy ugye többek között ugye ilyen finom dolgokat is csináltak a saját útjukon túl, hogy Pink Floyd. Ez a ösvényük él a Hitrocknak? Igen, él. Igazából most négy zenekar van, ugye az anyazenekar mellett van a Hungarian Pink Floyd Show, így hívják a Hitrock Pink Floyd Tribute Bandet. Aztán van az Esther projekt, ahol a Tátrai Eszti a egykori Pink Floyd Tribute Band vokalista, tehát onnan ismerjük, énekel Barbara Streisand dalokat, és a Tibiék kísérik némileg más válással, de egykori és aktív Hitrock tagokkal nagy részt. És a harmadik projekt meg a Mr. Bazári Group, ahol a Bazári a saját szerzeményeit adja elő, illetve olyan világslágereket, amiről az előbb is beszéltél, tehát Uriah Heep, Rainbow, Deep Purple, Scorpions, de magyarul. Tehát művészi magyar fordításban. Isten áldja mind a két kezével, hogy ez eszébe jutott. Ez egyébként evidens dolog. Gici Irén, hát én költőnek tartom őt, tehát Gici Irén művészi fordításaiban vannak ezek a dalok, és szerintem nagyon fontos, hogy jobban megismerje a közönség, hogy mik ezeknek a dolgoknak az üzenete. Hát hogyne, gyerekek van, aki ugye 70 éves, és az örökbecsű Füst a víz felett, Smoke on the Water, úgy boldogul meg majd, hogy nem tudja, hogy egyszerűen arról szólt a dal, hogy a Montreux-i rakparton a Frank Zappa és a Mothers koncertezett, és egy elboldult néző a nádfedőlbe lőtt a rakétapisztolyjal a 8. viszki után, és leégett az egész kóceráj, és ezt énekelték meg Füst a vízen, Füst a víz felett. És ezt
ezen a gyönyörű nyelvünkön hát 10-szer árnyaltabban le lehet írni, mint a Yes Baby Come On. Ez így van. Na, jó van, okoskodtunk egy sor, de nem baj, ez nagyon fontos dolgok. Akkor jöjjön a Zsozénak hála a Hitroktól, a búcsúdalunk mára, de persze visszavárunk, nincs helye a rossznak, és ez is hogy úgy van. Jöhet. Köszönöm. Viszont hallásra. Hosszú az éjjel, álmos a nap, kábultan hever. Oh yeah! Hunyorogva kémlel, vajon a hold mikor váltja fel? Élet, de ez a nap most kezdődik el. Lelassult a gépezet, ne számold az éveket, maradt bennünk pár menet, hát szárnyaljon a most a boldogtalanság, idegen kószál, a bánat is elszáll. Stop!